A magyar huszárság fénykora. A huszár szó eredete bizonytalan. Lehet, hogy a latin kurzor, száguldó szó. Lehet, hogy a húsz számnév. De valószínűbb, hogy a délszláv gusár szó rejtőzik benne, ami rablót jelent. A huszárok őse ugyanis a Balkánon alakult ki az oszmánok elleni háborúk során, akik később Magyarország középső részét is elfoglalták. A velük vívott harcokban született meg az etnikailag már magyar huszárság. A végvári huszárok mindennapjai nem voltak veszélytelenek. Portyázáskor és török betörések ellen is gyakorta alkalmazták a lesvetést. Behajtották a magyar birtokosok adóját a megszállt területeken is, és igyekeztek elhárítani a hasonló török próbálkozásokat. Hadjáratok idején pedig a huszárok a mezei sereg felderítői és előőrsei voltak. A kor kihívásaira válaszul a katonák fegyverzete is egyre könnyebb lett. Bár a híre egyre nőtt, a portyákhoz, párbajokhoz szokott huszárság hajlamos volt a kihágásokra, fosztogatásra, engedetlenségre, és a zsákmány híján akár odébb is állt. A Rákóczi szabadságharc alatt kiderült, hogy pusztán merész portyákkal, bátorsággal nem lehet háborút nyerni. A kurucok létszámfölényük ellenére végül alul maradtak a fegyelmezett labanc csapatokkal szemben. A császári hadvezetés mégis nagyra értékelte a huszárokat, és igyekezett beilleszteni az öntörvényű magyar lovasságot a császári hadseregbe. A magyar lovasságot nyugati mintára állandó ezredekbe szervezték. Feleskedték őket az uralkodó hűségére, fegyelemre és az erkölcsös életre. Rendszeres zsoldban és ellátmányban részesültek. A huszár ezred alapítója nevét viselte és tulajdonát képezte. A tulajdonos sokáig az egyenruhát is meghatározhatta, és alacsonyabb rangú tiszteket is kinevezhetett. A katonák felett ítélkezési joga volt. A 18. században a háborúk uralkodói dinasztiák közötti összecsapások voltak. Hadseregeik fenntartása államuk költségvetésének nagy részét felemésztette. Ellátásukat igyekeztek alaposan megszervezni, és a raktárokból a hadsereg után szállítva biztosítani. Nagy szerepet játszottak az erődök, amelyek őrségei elvághatták az utánpótlási útvonalakat. Ezért ezeket igyekeztek elfoglalni, azonban az ostrom akár évekig eltarthatott. A csaták a megnőtt tűzerő miatt igen véressé és bizonytalan kimenetelűvé váltak. Ezért, hogy a drága hadseregüket megóvják, a hadjáratok sorsát inkább manőverezéssel akarták eldönteni. Ez a korszak volt a huszárság fénykora, amikor kihasználhatta önállóságát és merészségét. A magyar lovasságnak számos feladata volt. Ezek közül a legfontosabbak a felderítés, elő- és utóvéd kiállítása, a menetoszlopok és táborok biztosítása, a dezertálás megakadályozása, a saját utánpótlás biztosítása és az ellenséges szállítmányok elfogása, portyázás mélyen az ellenséges vonalak mögött, a seregtestek közötti kapcsolat fenntartása és a megfutamodott ellenség üldözése. E tevékenységeket a kis háború néven emlegették. Elméletét Jenei Lajos dolgozta ki a Portyázó címen, majd számos nyelvre lefordították. Sikereik miatt magyar mintára, magyaros egyenruhában, felszereléssel és gyakran magyar alapítókkal huszár alakulatokat hoztak létre szinte minden nyugati típusú hadseregben. Néhány évtized múlva a huszárok szerepe megváltozott. Napóleon döntő csatával záruló gyors hadműveletei alatt a kis háború jelentősége csökkent.
A huszárok viszont már új feladatkörben a csata sűrűjében is bemutatkoztak. A korszak huszárjai, mint a híres Simonyi úrmester, valósággal sztárok voltak. Vakmerő kalandjaikkal tele voltak a hírek. A legtalálóbb jellemzést róluk a francia Lassalle tábornok adta, aki szerint az a huszár, aki megéri 30. születésnapját, gyáva fickó.